sziasztok! Egyezünk meg abban, hogy tegeződünk, ha lehet. Idefele jövet, épp arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy vagyok ezzel, vagy úgy vagyok ezzel a második könyvvel, mint egy második gyerekkel, hogy az első alkalomra még előre megírtam a beszédemet, meg próbáltam nagyon pontos lenni, most egy kicsit féltem már, hogy megcsúszom, de a második gyerek soha nem jelenti azt, hogy gyengébb minőség lenne, mint az első, illetve hogy kevésbé szeretnék. Az elsőt még a Politikatörténeti Intézetben csúcsunkhelyén tartottuk formálisabb körülmények között, ma már egy kocsmában, ez is egy ilyen második gyerek feeling. De mit mondtam, ez nem csökkent semmit az előttünk lévő könyv minőségén. Ami még változott az elmúlt két év alatt, hogy az elmúlt két év alatt nem csak toplistákat írtak a Péterek, hanem maguk is toplistára kerültek. Peti legfrissebb rangsor szerint a 8. legbefolyásosabb ember a magyar digitális piacon. Ez szép helyezés, de nem ér föl Csucsuhoz, aki az első helyezést érte el a magyar kormányzat kurzus történészek szerint a Vörösterről bagatelizáló listáján. Ez azt mutatja, hogy egyébként a két szerzőnk berobbant a saját területén. Sok minden változik körülöttük, és kifejezetten nagy disputa keveredik egy-egy cikkből, vagy Facebook hozzászólásokból, vagy vezércikkükből. És közben még ugye a Csucsu családot is igazgat, a Péter Peti ezt a munkát még nem vállalta magára, viszont munkában is helyt kell állniuk, a Peti idén főszerkesztője lett a 24.hu-nak, Csucsu pedig kiadta a második monográfiáját, ez alkalommal a Tanácsköztársaság korai értelmezését, és hát ebben volt a kurzus történészeknél akadás, mert Csucsu a mostani 100 éves évfordulók alkalmával is rendre megírja a sajátját a dolgokról. Szóval, hogy honnan van erő könyvet írni, ezt nem tudom. Petinek is van egy másik könyve, tehát ugye a közös könyv mellé a félúton, ami félig utazási könyv, félig nem az. Most pedig a újabb top 10-es történelmi slágerlistákról fogunk beszélgetni. Méghozzá első körben talán arról, hogy ennek a könyvnek a jelentősebb rész az úgynevezett elmúlt 8 év feldolgozása, ami nagy részt egybeesett Peti közéleti újságírói pályájával, hiszen előbb gyakornokként, majd alapvetően sportújságíróként kezdte, bár mindig is foglalkoztatta a dolog. Ugye mindketten 18 évesen Orbán Viktor első miniszterelnöksége alatt lettetek, tehát lehet azt mondani, hogy amiről írtok, az a fiatal felnőtt korotok. Miért esett erre a választás, és miért gondoljátok, hogy nektek van a legnagyobb rálátásotok arra, hogy ezt a 8 évet megítéljétek? Jó, sikám, sziasztok! Azt nem gondoljuk szerintem, hogy nekünk van a legnagyobb rálátásunk. Nem. De biztos, hogy gondoljuk, hogy van rálátásunk. Olyan jobb egybeesett, csak ezt akartam, hogy az első választásom, amely a helyszínű tudósított, az a 2010-es volt, ugye, ami az első kétharmadot hoztam, majd utána, amit újságokként dolgoztam, ugye ez minden alkalommal a Fideszes kétharmadottal ért véget a választás. Más típusú országos választások alkalommal, hogy nem dolgoztam újságokként, úgyhogy ez egy elég speciális dolog nyilván. A első felé és az elmúlt 8 év feldolgozása, ugye ez alapvetően a élet hozta ezt a részt, mert évről évre megírtuk egy időszakban az év közéleti csúcseseményeit, itt az Alekosz egyik tévétől a másikhoz igazolásától haladunk egészen a Mészáros Lőrinci bravúrokig. És hát ugye ez kiadott egy, ha irodalomkritikát kéne írnom, akkor korpuszként nevezném, tehát egy valamilyen típusú szöveget, és ezt ugye kiegészítettük a NER egész történetére, mert hát nyilván meghatározta a felnőtt korunkat minden értelemben, mert valóban én középújságírói karrierem alatt végig NER-ben éltünk, és a
a NER csúcspontjai, azt hiszem, azok mindegyünk számára különleges jellemzési alapot adnak, és aztán ezt tettük, hogy megpróbáltuk megtenni ebben a kötetben. Csúcsú válaszol, nem érdekel? Csak a Csúcsúnak annyit akartam még hozzátenni, hogy mennyire másképp nézett, nem vagy benne a napi riporteri munkában, tehát aki nem követted a hírt a hír előállítási oldalról, hanem a hírfogyasztói oldalról. Mindenekről tegyük hozzá, hogy erre a legbefolyásosabb média szereplőket összeállító listára, ugye Peti nem Vivi Alekoszt előzte meg, tehát hogy erre komoly szereplők kerültek rá. Na most én önmagában egy olyan helyzetben vagyok, hogy én sokkal több száz évvel ezelőtti cikket olvasok, mint mai cikket. Én másfajta perspektívából nézem ezeket a dolgokat, bár köszönhetően annak, hogy mindig is szerettem fogyasztani a trash. Ez régebben ugye leginkább a Film Plus filmekkel történt, meg a Mark Dacascos különböző alkotásaiból. Ma már ugye a közéleti hírek fogyasztása is lehetőséget ad arra, hogy az ember hozzájusson a trashhez. Tehát, hogy egy bármelyik Hósa Lajos interjúnál az ember valahogy azt érzi, mint amikor a Benny Hill vagy El Bundy ugye megjelenik a képernyőn, és az ember is automatikusan rögnek a géppel, tehát a garancia, hogy történik valami. Csak még a tévés sorozatokban ugye ennek nincsenek súlyos következményei. Ma ugye egy csengeri asszonynak az 1300 milliárd forintos öröksége a tét, ami megegyezik egyes afrikai országok, vagy éppen az Adidas éves költségvetésével. Na most ez a lista szerintem, hogy azt mondjuk, hogy itt évről évre részben, hogy a könyv első felében az elmúlt 8 évvel foglalkozunk, és valahogy tanulni voltunk ennek a NER permanens forradalmának. Ez nekem történészként azért tanulságos, mert belülről láthattam, kortársként átélhettem, hogy olyan épülnek le bizonyos demokratikus struktúrák. Hogy az, hogy a magyar civil társadalom mennyit nem képes az önérdekérvényesítésre, egyes emberek mennyire gyáván viselkednek olyan helyzetben, amikor ki kellett volna állni, mennyi megkonyászkodást lát az ember úgy általában maga körül, az, hogy mennyire nincsen szolidaritás különböző szakmánkban, az, hogyha elüldözik a CEU-t az országból, akkor más egyetemeknek a vezetői nem azt látják, hogy mi lehetünk a következők, hanem elkezdenek örülni azon, hogy jó van, akkor annyival kevesebb a konkurencia, és nem nincs itt a CEU Magyarországon, akkor esetleg mi sokkal jobb egyetemnek tőlük, meg akik esetleg oda jelentkeznének, akkor már hozzánk jöhetnek, meg talán is sikerül megcsípni kínaiakat. Szóval tehát mindenki elkezd spekulálni, és mindenki azt nézi, hogy az előnyét kihozhatja az egész helyzetből, holott összességében ugye ennek a vége, ez az egész hamis realizmus, amikor mindenki valaki helyezkedik, hát ezt már jó megérte, hogy ennek nem lesz túl jó vége. És összességében nem illetlenül vettük be a magyar történelem legszebb pillanatai közé azt a pillanatot, amikor Szabó István lezenyőzenként kezd el rohanni az Oscar-díj átadón, amikor a Mephistót kihirdetik győztesként, Oscar-díjas filmként, és kap egy méltatást Szabó Istvánnak a Mephistója is, mert kevés annyira aktuális film van, mint a Mephisto. Tegyük hozzá, hogy mi egyelőre még nem hódoltunk be. Ebből is látszik, hogy itt nem valami csúcsintézményben, valami kongresszusi központban rendezik ezt a könyvbemutatót, meg nem egy ilyen díszalbumot adnak ki a tiszteletünkre, meghívva mindenféle májlójánatból azt, vagy valami, nem tudom én, bohócot, hanem itt a magunk is szerint körülményei között, hozzátéve, hogy azért vagyunk részben itt, mert hogy a Politika Történeti Intézetet, hát most éppen egy Trianon emlékmű építésével akadályozzák, hogy egyáltalán be lehessen oda jutni, és az intézet az én egyik munkájám egyik első áldozata volt, ugye 2010 óta támadják, és hát ilyen megszámlálhatatlan pereskedés útján próbálják meg kilapoltatni az intézet munkatársait kártérítés nélkül. Nem egyszerű egy ilyen körülményben dolgozni, de mindenképpen egyébként inspiráló. És ha megkérdezik, hogy én, ha majd a kislányom megkérdezi, hogy apa, te mit tettél, amikor volt ez, akkor fel tudom mutatni ezt a könyvet, és azt mondom, hogy én legalább megpróbáltam, ugye, mint a McMurphy a szállnak a fészkében. Tehát egyfajta szerintem azért ennél azért viccesebb a könyv, mint amit itt most fölvázoltam egy ilyen látszólag sötét rendet, de valamennyi ilyen megpróbáljuk egy ilyen kis abszurdként felfogni a mai magyar közéleti történéseket, és ekként is írni róla. Igen, Marakonak volt egy kép, mi ez, rajza a Népszabadság bezárása után az 56-os forradalom emlékére, amelyen egy lyukas zászlót nézett abba, és fia, és a fiú megkérdezte, hogy apa, ha felnövök, akkor én is harcolhatok a szabadságért, és azt mondja az apa, hogy harcolhatsz, de nem vagyok, hogy kelljen.
A népszabadság bezárása pont rajta van a listán, pedig hogyan alakult a könyvben, hány csúcs teljesítményt írtatok át, mondjuk, tehát a 2011-es top 10 helyezettjeink megegyeznek azzal, amit 2012-ben leírtatok, vagy változtathatok, volt egy kis csalás? A csalás mindig van, de nem ilyen formában történik, ugyanis ez egy beletapintottál ebben, ez egy érzékeny kérdés, ugyanis a NER egy későbbi szakaszában kezdtük elérni ezeket a évvégi toplistákat, azt hiszem 13 vagy 14-től volt kész, és éppen ezért most, mikor a könyvet írtuk, akkor visszamenőleg állítottuk össze, ami sokkal nehezebb egyébként, mint az aktuális. Tehát most épp a 19-eset rakjuk össze a barátainkkal ilyen olyan csoportokban. Most persze Kósa Lajos mai attrakciót még nem volt alkalmunk belehelyezni a longlistbe, de mindenképpen helyet kap a 10-esben, amikor a interjú közepén rájött, hogy ez egy élő adás. Én nem kérem, hogy vegyétek úgy, mintha ez egy felvétel, nyugodtan viselkedjetek úgy, mintha itt lennétek, tehát semmi probléma ezzel. Tehát a most, ahogy csináljuk, ugye sokkal intenzívebbek az élményeink, tehát nem tudom, most még emlékszünk arra, hogy Vévi Aurelio letöltendő börtönbüntetést kapott, ugye ez két év, sokkal nehezebb lesz felidézni, pedig ez egy nagyon fontos eseménye nyilván az idei esztendőnek. És pont ezért ugye visszamenőleg a 12-11-10 voltak talán a legnehezebbek összerakni, és ezek hozták el a legszebb abszurdokat, amelyeket a NER kínál a magyar társadalomnak. Mondom, kedvenc példán Kastner, ezzel nagyon sokat nevetgéltünk, talán már sokan nem emlékeznek rá, de a NER elején Rogán Antal beszédet mond az összellenzéki tüntetésen a Jobbik ellen. Ugye ez ennél többet ugye a nagyon nehéz elmondani erről, mert gondoljunk bele, hogy fél évtized alatt hogy fordította meg a magyar társadalom hozzáállását Rogán Antalhoz, a Jobbikhoz, az összellenzéki egy gondolathoz. Tehát, hogy ilyen abszurdokba butlunk. Hát Karácsony Gergely 2012-ben tényleg majdnem száműzték Budapestről, mert a technikai koalíció lehetőségét vetette föl. Most ugye Budapest főpolgármestere egy inkonkrétó technikai koalíciónak köszönhetően. Tehát azért mondom, hogy a NER az képes volt mindent az ellenkezőre fordítani, szóval ez egy nagyon érdekes volt egy visszaadalag megcsinálni, mert kíváncsi vagyok, hogy 2012-ben elkészítettük volna ezt a listát, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Karácsony Gergely akkori ötlete toplistás, hiszen nyilván nem tudom, a való világban nyilván történt valami, ami esetleg meghaladta ennek az élvezeti értékét, de most így utólag ugye ezek rákerültek, úgyhogy ez a rész a 10-es eleje az érdekes volt, a többiben pedig semmilyen csalás nem történt ebben az értelemben, mert azok konkrétan ahogy voltak, tehát 16-ban is a népszabadság bezárása alatt beletettük a toplistába, nyilván van egy disclaimer, hogy elfogódott vagyok valamennyire az ügyben, de hogy az ugyanúgy szerepelt benne, tehát a többi rész az úgy van, ahogy akkor gondoltuk. Nem is raktátok az első helyre, hanem szerintem a második helyen van az évben. Itt az első évekről kérdezve például Schmidt Pál lemondása, az még elképzelhető a mai NER-ben egyébként? Hát amennyiben a permanens forradalomból indulunk ki, és hogy itt minden radikálizál előtt, akkor talán kevésbé, de tényleg születtek egy meglepő találatok. Tehát Rogán Antal az korunk Bajcsi Zsirinszki Endrének tűnt, aki nem tudom én, valami baloldali politikussal egymásnak fejtett háttal harcolnak, küzdenek a fasizmus ellen az utolsó töltényig egy rendezvényen. Ez ma már tényleg szürreálisként hat, és fejtett zavarba ejtően. A népszabadság bezárása meg ugye nem csak amiatt emlékezetes, mert ugye a mi blogunk, ugye a Page Not Fun blog, aminek hát te vagy a szülő atya, amit kitaláltad egy ilyen mastermindként, egy ilyen mögöttünk álló sorosként, hogy akkor kezdjünk el írni. Ugye egy időben a Page Not Fun, tehát tényleg Page Not Fun lesz, tehát nem találtam a saját oldalmat, amíg ezt ugye mindenféle webarchívokkal, meg hasonlókkal szedtük elő a régi posztjainkat, aztán ezek végül ugye köszönhetően a MediaWorks és Pecina úr, ugye nagy lelkű kegyeinek az archívum elérhető, ami egy emlékműve a NER-nek, tehát hogyha valaki rámegy a 0.hu-ra, akkor ott láthatja az utolsó hírt, hogy Orbán Viktort nem zavarja a helikopterezés, és ez annyira szép tényleg, tehát hogy megállt az idő, és itt állt meg az idő. Pont mint Pompei, ugye, a kitörés pillanatában megfagyott. Igen, nagyon-nagyon szép lenyomata a kornak, és hát mi meg ott egy időben, csak sokáig úgy tűnt, hogy ilyen
mint az ilyen a régen korszak akciófilmében, ugye vannak ezek a tábornokok, akik ilyen a Valverde és hasonló szigetekről ilyen szivaroznak és állandóan tervezgetik a visszatérést, hát mi is tervezgetik a visszatérést itt a blogos színába. Igazából annyiszor költöztünk, mint a Lombard FC, ami megjárt a Siófokot, meg Pápát, meg Tatabányát ugye a magyar futballban. Mi is voltunk a nol.hu-n, blog.hu-n, 24.hu-n. Remélem, hogy egy darabig itt leszünk, és nem kell külföldre költözni valami német címre, vagy nem tudom, még közbeiktattuk valami tájani szervet, de... Szóval zajlott az élet a blog történetében is. Ugye az emlékezett csale, vagy sűrűbbek lettek a dolgok. Ugye te Csucsú, itt pont a beszélgetés előtt nekem elkezdett magyarázni, hogy hogyan változott meg egyébként az, amit magáról ez a rendszer ad évről évre. Hát igen, hogy azért kezdetben eléggé könnyű kézzel szórtuk ezeket a listáseiket, tehát hogy mi kerületett fel a listára, meg mi volt a trash. És éppen ha megnézzük, hogy kezdetben még azért VV a leghossz átigazolása, de nyilván az egy fantasztikus csúcseseménye volt a NER-nek, hiszen egyfelől ugye ő a leghíresebb érdi, már pedig ért a magyar Los Angeles, és hát ugye számos fantasztikus figurát adott. A tekintetben is fordalmi VV a leghossz, hogy ez már az a való világ volt, amikor ilyen karaktereket küldtek be speciálisan, és Vévi Alekosz okos tojásként került be a villába, ami sok mindent elmond, hogy ha Vévi Alekosz lehet az okos tojás, akkor milyenek voltak a többiek. De ő végül ugye szexkiborgként távozott a villából, tehát hogy ez az okos tojásból szexkiborg, ez Károly Mihály, aki a Dentinből lett a Vörös Gróf, meg Orbán Viktor, aki a liberális héroszból, nem tudom miért, egy kompetitív autokrata rezsimnek az vezetője, tehát ezek ilyen hasonló átalakulások a magyar történelemben. De ma már egy ilyen VV Alekosz, vagy éppen egy Stól András börtönbevonulása, ugye az is egy szép hanyatlás történet, hogy azért Stól András, van a magyar színészek, van ez egy tipikus színész karakter, ez a önpusztító, ezer lángon égő, állandóan üvöltöző, inkább vadászni szerető, mint Shakespeare-t olvasó színész karakter, és hát nem tudom, régebben ugye Sós Imre, aztán Cserhalmi György, és azért mondjuk Stól András Cserhalmihoz képest már szintén egyfajta visszalépést teken, tehát hogy azért évtizedre hagyatunk lefelé, de ma már azért a leghossz, hogy Stól András, hát nem kerülhetne a listára, mert hogy is mondjam, itt a politikai botrányok tekintetében, hát azért mondjuk ma már a trash az mit? Tehát az, hogy a Borkai Zsolték a nyomorult szexorgiájukon fekete pákot hallgatnak. Hát ez egy trash pillanat, amiben ugye a közélet összeért a bulvárról egy kritikus időpontban, aztán persze borított is sok mindent. Peti, hogyan próbáljátok belőni, hogy mi kerül fel egy ilyen listát? A hírérték, amivel naponta dolgod van, vagy pedig valami fajta hatás, valami fordulatiság is kell vele. Hát a Csundeli Péter és a Pető Péter hatása határozza meg, ami nem állítom, hogy egy egyetemes normatív mércének megteszi, de a mi listáinkhoz jó kiinduló pontot jelent. A mai csalódásom egyébként az volt, hogy sajnos kiderült, hogy Kunhalmi Ágnes legendás ajtónak szaladása 2018-as esemény, és nem tudjuk a 2019-es listánkon megénekelni. Én ezen sajnos nagyon elszomorodtam, de szerencsére maradt egy 2019-es akció, és akkor egy szoknya pörgetéssel jelentkezett egy Karácsony Gergely sajtótájékoztató, úgyhogy ez kicsit komfortosabbá tette a lista szervezését. De összességében igen, arról van szó, vannak nyilván benne mindig trash elemek, amit a Peti mond, igen, a trash is átalakult, mert Pumper Gabó táncától valóban Borkai Zsolt szexorgiájáig jutunk, tehát ugye ez szintén egy ilyen típusú átalakulást jelez. Meg van, nyilván van, amikor a esemény jelentősége határozza meg, tehát azért vannak ilyen szempontból nyilván elkerülhetetlen pillanatok, meg vannak azok, amik, igen, a mai Kósa Lajos esemény például, mikor ugye egy élő műsort leállít, hogy nem engedi adásba kerülni, azok olyan típusú emlékezetesek pillanatok, amik valójában egyébként segítenek megjeleníteni sokat az egyes események jellegéből, tehát mondjuk a Rogán, mint Balcsis Vinszky Endre, az valószínűleg egy mai Rogán esemény segítene. Mondjuk idén is rajta lesz egyébként Rogán Antal, annyi titkot elárulhatok, ugyanis azt hiszem a globális kitekintésben is az év válása történt, hiszen Rogán Antal és Cecília elhagyta egymást, egy
és ez egy lehagyhatatlan dolog, de hogy Rogán Antal ugye 2011-ben emlékeim szerint azzal tud felkerülni, hogy ezen a tüntetésen beszéltünk, 19-ben pedig, hogy egy olyan sikeres üzletasszonytól és innovátortól, akit egyébként a, ugye a könyvben is jelezzük, hogy azért a Slakta Margit két Janna közéleti nő egyenesági folytatással mer be Rogán Cecília. Tehát, hogy ki mit kínál a magyar társadalomnak, melyik rendszer mit mutat, hát itt ugye Rogán Cecíliáig sikerült eljutnunk ezen a vonalon. Nem volt egy teljesen egyenes vonal, de ide jutottunk, és még ennek tetején, tehát nem elég, hogy ezt a teljesítményt hozza, még ilyen magánéleti válságok is szegélyezik, tehát hogy idén így kerül be, ami mondom, nyilván nem a magyar társadalom mindennapjait meghatározó esemény ez a válás, de valami olyan kultúrtörténeti különlegesség, ami kihagyhatatlan. Közben Rogán Antal 2016-os listán is rajta van, ugye a helikopterezésével. Még annyit tennék hozzá, hogy vannak olyan pillanatok, amik megkívülhetetlenek. Tehát amikor először hallottak Simics Halajos hangját, köszönhetően ugye... Tehát ugye az Orbán egy ilyen ciklikusú klasszikus, ugye Nagy József interjújából az fantasztikus volt, és aztán hallottam telefonon, ez egy olyan élmény volt nekem, mint amikor a múzeumban lehet hallani, hogy a Kossuth Lajos hangját az első gramofon felvételen tornyolóban, és akkor engem azt éreztem, hogy telibe kapott a történelem. Tehát ez egy történelmi pillanat, és egy nemzedék életében egyszer van mondjuk ilyesmi, akkor Simics Lajos robbantja ott a gecigránátot. Tehát ez megkérdőlezhetetlen, de egyébként azért emlékezzünk meg arról, hogy van nekünk egy nagyon komoly tanácsadó testületünk, tehát a mi média portfóliónk, nem csak egy 24.hu, de ott van a régen minden jobb volt rádióműsor, ami hát már ilyen Fenyő János vikójára emlékeztető lerakataink vannak, és azért ott Balázs István, Bezsenyi Tamás, Dékány László, Laska Pál, akik visszatérő, tényleg egy kormányközeli kutatóintézet 100 milliókkal honorálhatná azokat a tanácsokat, amiket tőlünk kapuk egy-egy ilyen lista vagy egyéb összeállításakor. Úgyhogy hát nyilván, mivel itt kiszorított partizán helyzetből éljük mindennapjunkat, ezért csak annyit tudunk megérni, hogyha túl sok vagy elég példányát, hogy ebből a könyvből, akkor ugye újra nyitjuk a Kaligula bárt, ugye a Szilágyi Erzsébet vasorom, vagy a Haligari diszkót, és akkor kinevezzük őket helyi menedzsereknek. Csak még a... Elős gratulálok ehhez a poszthoz, csak mielőtt a Simics Károly még annyi, hogy az is sokat el, ugye két helyezése van aztán a könyvben, egy a vonatkozó gránát elsütése, és utána ugye egy Baponyi Bencként visszatér, és graffitizik szerte az országban, ami szintén az is sokat elárul, hogy ugye a Magyarország csúcsoligarchája, aki tényleg egy évtizedig meghatározza azt, lehetővé teszi, hogy megépüljön a NER, stb. Utána reményvesztette graffitizik valahol, hogy hát ha ezzel az ellenállással sikerül valamit elérnie. Hát így, hogy kinek milyen ellenálló jut a melyik kornak, ugye hát valóban ő előbb feladta, mint a, nem tudom, a máltai válogatók szokta a Barcelona, a spanyol válogatott el az erdés elejtezőkön. Úgyhogy a Simicska jelöl, ugye már néhányan korunk Nagy Imrét látták bele, aki ugye a sötét oldalról, a padlás söprésből éppen végezve már azonnal által is kivívja a magyarok szabadságát. Hát ezt azért árnyaltan ért el a Simicska, és az eszközrendszer is kísér. Kevésbé volt differenciát, mint a korábbi miniszterelnök. Ez van. De viszont egy jó példája annak, hogy Molnár Gál Péter úgy fogalmazott meg, hogy nincsen magyar tragédia, mert a nagy magyar tragédiákat nem írták meg, hanem a magyar tragédiák azok mindig úgy érnek véget, hogy a katarzis elmarad, hanem helyette ilyen belső ilyen szívás van, vagy egy ilyen pipi, valaki lelép egy táska pénzzel, valaki magába fordul és duzzog, és így ebből is ez lett. Tehát, hogy a nagy magyar katarzis itt is elmaradt, és lett abból, hogy végül eladta mindenét, aztán visszavonult, nem tudom, egy kicsit tenyészteni. Tehát, hogy ilyen ez a korunk nagy ibrei története. Ha nézzük egyébként a címeket, és hogyha már 19-ben megelőlegeztétek, hogy Rogán Antal visszatér, Orbán Viktor viszonylag kevesebb szerepel a címekben. Ugye egyrészt benne van Párbaj Kisgyurcsány Ferenccel, ami ahhoz képest, hogy itt az elmúlt 8 évről beszélünk, illetve hát az elmúlt 20 év körülötte forgó világának ismeretében talán nem is felvele. Tehát, hogy Orbán Viktor ennyire mindenhatója ennek az egész rendszernek, hogy ott van az Eliosban, ami ugye rákerül a listára, és rá van rajta van, benne van ezer másik sztorin, de valahogy a címekben nem került be. Igen. Noha most többet gondolkodtam rajta, mióta megkérdeztem, mert előtte nem tűnt föl. És valószínűleg az indoklása is komolyabb, mint a kötet egésze, azt gondolom. Valószínűleg a rendszer egészében nyilván Orbán Viktor épített, és ő a mindenhatója.
De azt hiszem, hogy Mészáros Lőrinc, Rogán Antal, azt hiszem ő a két leggyakori szereplő. Most, mikor végigolvastam, akkor már aztól tartottam, hogy Mészáros Lőrinc neve úgy beleég az agyamba, hogy minden szembe jövő, meg Hello Lőrinccel fog köszönni, mert irtózatos mennyiségben szerepel benne. De valószínűleg sokkal inkább mutatják meg, meg Tibor István talán a harmadik, ha most fejből kéne mondom, hogy ki a három, aki legtöbb helyet kapja benne. Szerintem ezek az emberek sokkal inkább megmutatják a NER legszélsőségesek és legrosszabb következményeit, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor még valamilyen formán legalább politikus, egy politikai felelősséget visel ezért. Nem tudom, szabad választások alkalmával kockázatot vállal, hiszen most is vesztett választást a önkormányzati választások alkalmával, még ha nem is országgyűlési. Tehát ő valamilyen formában legalább ebben a rendszerben, amit ő csinált, és amihez nyilván az én viszonyom tisztázott, ő ezért valamilyen típusú felelősséget vállal, és a következményeit is vállalja majd egyszer, akár politikaiak, akár más típusúak, ha lesznek. De mondjuk Tibor István vagy Mészáros Lőrinc szerintem sokkal inkább megtestesíti azt a nem tudom, a teljesítmény és hazaszeretett tagadást, amiről ez az egész rendszer szólt. Tehát azért az, hogy besétálok valamit, tehát tényleg a Dalton fivérek, azok bizonyos értelemben etikusabban jártak el ebben a munkásságuk során, mert tisztázták, hogy ők kik és mit csinálnak. Tehát ezt nem lehet elmondani, mert Rogán Antal, Mészáros Lőrinc és Tibor István mást mond magáról, mint amit csinál. Tehát a kedvenc példám szerint az, hogy Mészáros Lőrinc jelenleg a világ 1200, nem tudom hány leggazdagabb emberek között van, ugye dollármilliárdos vagyok. Ezek az emberek általában inspirátorok, nagy üzletemberek, akik az életük ötletét tették föl, életük ötletét valósították meg, kockáztattak, mindenüket feltették, családjukat, jövőjüket, múltjukat egy-egy üzleti döntésre. És ha behívnánk őket a Corvinus Egyetemre, vagy az ELTE-re, akkor hosszan mesélnének arra, hogy ez hogyan történt, nemzedékeket inspirálnának arra, hogy hasonlóan tegyenek, legyenek hasonlók. Hát képzeljük, hogy Mészáros Lőrincbe megy a Corvinusra. Hát ezt ugye nyilván karikatúrok, van fogalma arról, hogy melyek a cégei? Tehát tudja, hogy mit csinált ő? Tudja, mennyi pénz? Hát nyilván mindegyikben nem a válasz. Tehát olyan ország, amelynek a leggazdagabb embere Mészáros Lőrinc, annál szégyentesebb pillanat, szerintem kevés volt a magyar nemzet újkori történetünk, ez a pillanat, mikor megtörtént. Tehát Csányi Sándortól nem tudom, kik lehetne sorolni az embereket, akik az lista élén vannak, biztos mindről lehet sok jót, sok rosszat elmondani, egyet nem lehet tőlük elvitatni, valamit megcsináltak, valami ambíció vezérelt őket, ezért kockáztattak, és megépítettek valami egyedit. És ezt a saját teljesítményükkel és a tehetségükkel tették. A NER ezt tagadja meg ösztönösen, tehát oly mélyen, hogy Mészáros Lőrincnek a legnagyobb kockázata eddig az volt, hogy a Felcsúcs stadionban végül nem a kedvenc jobb hátvédje játszott, mert rosszul dobott a kockán, mert nagyjából így tudom elképzelni, hogy hogy állítják össze a kezdőcsapatot, hogy társasoznak előtte a VIP Bowl-ba. Tehát nagyjából ilyen típusú kockázatokat vállal életében. Hát azért, hogy mondjam, ennél rosszabbat én a hazámnak nem tudok elképzelni, mint hogy ez legyen a példa, hogy egy olyan ember a leggazdagabb embere, aki tényleg egy harmadik A-osztályban nem lehet beküldeni, beszélgetni, hogy gyerekek 2 perc alatt várnák le, hogy ez egy szélhámos. Tehát ugye elkezd beszélni arról, hogy Szabijevics jobb hátvéd nagyon jól játszott a próbajátékon, ezért leigazolta a Felcsút, ezzel nem hiszem azért, hogy hosszan el lehet a gyerekeket kábítani. Szóval ez a rémület hazugság, ami emögött van, szerintem ez a legsúlyosabb része, és valószínűleg nyilván Orbán Viktor története az egész, de nem gondolom, hogy ő jeleníti meg leginkább ennek a hazugságnak a velünk szemben jövő részét. Mennyire tartozik a rendszer fenntarthatóságához, hogy amikor arról beszélünk, hogy ki borít ki minket, akkor Mészáros Lőrinc, Tibor István és más nevek jönnek Orbán Viktor neve helyett? Engem nem kiborít, engem megdöbbentett. Tehát Simics Lajos hangja mellett, amikor Mészáros Lőrincet is hallottam először nyilatkozni, amikor ugye megvásárolta az Echo TV-t, és bejelentette, hogy a maga sajátos ízes hanghordozásával, hogy egy nézhető tévét szeretne, az engem megdöbbentett. Tehát én eddig sem voltak illúzióim Mészáros Lőrinc intellektuális képességével kapcsolatban, de aztán azok a nyilatkozatok, amikor ő már közszereplőként megjelent, az volt az érzésem, arra emlékeztet, mint amikor a Roman Polanskinak a Kínai negyed című neo-noir filmjében elkezdenek nyomozni a Jack Nicholsonék, hogy ki Kalifornia leggazdagabb emberei, mert hogy tűnnek el a pénzek. Kiknek a nevére iratják át fél Kaliforniát. És végül eljutnak egy idősek otthonába, ahol Alzheimer-kóros idős bácsik ugye rajzolgatnak, de már ilyen, ugye tényleg már annyira szemlélcsek szegénykék, hogy ilyen óvodások színvonalán élnek. És a Jack Nicholson így döbbenten körbenézdetektívként, hogy
Gondolnád, hogy akik itt ülnek, azok Kalifornia leggazdagabb emberei? Mert nyilván ugye a dörzsölt városi politikusok ugye az idősekre iratják rá minden pénzüket. És hát nekem egy ilyen benyomásom volt, hogy gondolnád, hogy az ország leggazdagabb embere, és a... Itt vagyok a kérdés. Hát igen, az örökölt vagyonnal a rendelkezők szoktak körülbelül ilyen állapotban lenni. Pedig engem néha foglalkoztat, hogy a Mészáros Lőrinc felé való intellektuális felsőbbrendőségben nincs-e valami fajta ilyen urbánus hiba, ami másképp keletkezik, vagy másképp értelmezhető valahol a vidéki Magyarországon. Tehát, hogy nincs-e az benne, hogy valójában visszaél a hatalom azzal, hogy ennyire könnyen kinevethető figurája a leggazdagabb ember, mert ezzel valahol egy ösztönös önvédelmet vált ki azokból, akik lenézve érzik magukat. Hát nem tudom annál belődrázóbb hazugságot elképzelni, hogy bárki népinek állítja be Mészáros Lőrinc jelenségét és az ő teljesítményét. Zárójel Csányi Sándor Jászárok szállásról jön, ha mindenképpen meg szeretné valaki kérdezni, és nem nagyon az útjában nem kellett feltétlenül az első időszakban az, hogy a leggazdagabb emberek között is tudunk sokat, aki Komlótól akár meddig érkezik, és első generációs értelmiségi. Tehát, hogy ilyen belőtrázó hazugságot, hogy Mészáros Lőrincet próbáljuk azonosítani a népi Magyarországgal. Én ebből nem gondolom, mert ugye ennek a logikának lenne logikája, vagy ennek lenne logikája, de abból azt gondolom, hogy szerintem Orbán Viktor, hogy túlélési ösztönei mondták sokkal inkább, hogy Mészáros Lőrincre van szüksége semmit, hogy kiszámította volna, hogy a népi reakciók milyenek lesznek arra, ha elkezdik Mészáros Lőrincet támadni. Ugye Simics Kalajos valószínűleg tudott válaszolni eldöntendő kérdéseken kívül más összetettebb problémákra is. Ez nem mondható el a újkori leggazdagabb emberekről, vagy legalábbis, ha van ilyen típusú tudásuk, azzal nem állnak elénk egyelőre. Nyilván túlzott elvárásokat nem fogalmazhatunk meg, de hogy értem az értelemben, én azt gondolom, hogy nem, ilyen tudatosság azért nincs mögötte, szerintem a feltétlen bizalom a rendszer főszereplői között az, ami megteremti ezt a helyzetet. Az, hogy utána már milyen reakciója van, hát én nem gondolom egyébként, hogy a társadalom széles tömegei menjenek ki egyszer egy Mészáros Lőrinc melletti tüntetésre, mint hogy egyszerűen elviselhetetlenek tartják azokat a támadásokat, amit a nemzete tehetséges polgára kap. Úgyhogy én ebből a szempontból nem gondolom, hogy egy ilyen népi urbánusítának lenne az emblematikus szereplője. Ha az, akkor a NER még sokkal inkább okosabb és fantáziagazdagabb termék, mint amit valaha gondoltam. Csucsó, a történész kinek írja a könyvét? Tehát, hogy milyen igényrendszerre írja a könyvét, hogy azt kiolvassa? Tehát azért akarom kérdezni, mert szeretném megtudni, hogyha ez másképp van a top tenekkel kapcsolatban, hogy közéletibb, politikaibb, maibb az üzenet, amikor ezt írjátok, vagy ugyanez vonatkozik a történelmi munkára is. Hát az én akadémiai monográfiámban, a Galilei kör történetében, vagy a Komlót emlékezetében szólóban, tehát viszonylag kevés poén van, tehát ott azért nincsenek ilyen típusú vicceskedések és utalások elhelyezve. Hát ez egy más a közönsége, az biztos, hogy másik énünk szólal meg benne, tehát hogy benne mindig volt egy ilyen kettőség, hogy igazából nem azt mondom, hogy se tudtam eldönteni, mert végül el tudtam dönteni, hogy az én első számú vágyom az, hogy egy ilyen nagyon komoly egyetemen legyek valami magas presztízsű tanár, meg kutató, és akkor ez az első számú cél. Azért mellette mindig bennem volt az, hogy azért én nagyon szeretek így ilyen gózó tudósításokat írogatni, meg teljesen ökörködni, tehát igazából el tudnám képzelni magam egy ilyen országos rádióadón a reggeli műsorsávban, úgyhogy olyan esetleg szekedék fel, nem csak így nyomom a hülyeskedés. Ugye a publicisztika és a történetírás között hol helyezkedik el a Ó, ez a szegfügyülai értelembe vett történeti publicisztika, amelynek nagyon komoly hagyományai vannak a magyar történetírásban is, tehát részben akár így a történeti publicisztikáról lehetne visszavezetni, amelynek még egy előzménye a Jászi Oszkári tudományos publicisztika, amelynek az a lényege, hogy ugye tudományos alapokon áll, de közéleti hatást akar kiváltani, tehát hogy meg akarja mozdítani az olvasókat valamilyen úton módon. Ugye a történetírásnak elvileg nincsenek olyan céljai, hogy megmozdítsa az olvasókat.
az ideális történetírásnak nem szabad ilyen, nem szabad erkölcsi megítélés tárgyává tenni a múltat, hanem egy történeti problémát kell leírnia és azonosítania. Nem akarja a történész jó esetben, hogy az olvasó felháborodjon, hogy ezt tették, hanem meg akarja értetni a múltnak a problémáit. Most azért a mi írásainkban azért az, hogy valamennyire megmozdítsuk az olvasót, meg valami hatást érünk el, akár a felháborodást, vagy a rögtetést, az azért ugye benne van, tehát célja van ilyen tekintetben más. Ugyanakkor viszont a tekintetben, hogy ebben se hazudunk, meg nem csúsztatunk. Tehát a történetírás az ugye sokszor ugye, hogy a valódit akarja rekonstruálni, és az igazi már történetírás igazságra is törekednek. Mi pedig ugye József Attilával, tehát az igazat mondjuk, nem csak a valódit, és ezt akarjuk elérni. És Pető, mennyivel különbözik az újságírástól a történetírásod? Hát csak arra akarok reflektálni, lehet, hogy én voltak eddig álpont fogalmai a magyar történeti tudományról, de én azért nem állítanám, hogy tudományos fundamentumokon építkezik ez a szöveg. Nem véletlenül nincs lábjegyzete, azért hogy szegedzel le meg beforrásozva. De nyilván a történész az a saját szakmáját szeretné egy kicsit közelebb hozni hozzánk, úgyhogy fogadjuk el tőle ezt az egész értékelést. Az újságírás aztán kevéssé különbözik alapvetően, ez inkább azt hiszem, hogy újságírói műfaj, ugye azért itt nyilván a nem véletlenül a könyv hátoldalán látható idézetekre nyilván a korra is reagál, ugye rátettük, hogy fake news, mert az hozzátartozik, hogy azért ez inkább szórakoztatóipari termék sem, mint tudományos termék, ahogy igen, erre nem csodálkozunk, hogy a publikációs munkásságokban nem lehető föl. Szóval ezek szerintem klasszikus értelemben sokkal közelebb állnak valamilyen típusú publicisztikákhoz. Noha műfaji problémáim lennének, ha meg kéne neveznem, de nemrég olvastam egy recenziót, és abban éppen különleges közéleti mini eszéként definiálták, úgyhogy nem tudom én sem jobban meghatározni, de szerintem klasszikusan publicisztikai típusú írások, nyilván egy speciális keretben, meg egy speciális formában, annyiban is speciális formában, annyiban, hogy ketten írjuk, azért a napi publicisztikákat a hírlapoknál nem feltétlenül csoportos munka keretében készítjük el, de összességében szerintem ez egy világosan azonosítható dolog ebből a szempontból. Ja, nagy párbajok is szerepelnek ebben a könyvben. Tegnap az Aranylabda díjkiosztón, mint hogyha azt a párbajt akarták volna eldönteni, amit leírtok, Messi kontra C. Ronaldo, és csak azért adhatták Messinek, gondolom, hogy neki több legyen majd a pályafutása lezárásaként, mert már idén sem volt igazán igazolható, hogy miért egyik vagy a másik kapja, de jövőre talán már még kevésbé lesz az. Csúcsú, miért ezt a párbajt választottátok? Ez is egy egyeztetés keretében történt. Én nagyon szerettem volna, hogy a Maradona Platini kettős kerüljön bele, mert egyfelől Maradonát tartom a 20. század legnagyobb futballistájának, ugyanakkor az ő klubban még ugye Európán kívüli futballisták nem kaphattak meg az aranylabdát, ez Zsorzsa volt az első 95-ben. Tehát így Platini háromszoros aranylabdás lett, Maradona pedig aranylabda nélkül maradt, ugyanakkor az ő szembenállásuk ugye nem csak ilyen sport alapon történt, hanem ilyen ideológikus volt. Tehát azzal, hogy Maradona ugye a maffia pénzéből persze Nápolyba igazolt, és a déli szegények csapatával a Nápolyban játszott, és így úgymond visszaadta az önbecsülését, a lenézet és megvetett délieknek az északiakkal szemben, és így ott játszott ugye Platini, ugye a Juventusban, és hát ugye Maradona ez a balhé és züllőt, ugyanakkor egyenes és korrekt, tehát tulajdonképpen valamennyi egy grossformani figura ez az Maradona, bármennyi hülyeséget is csinálta az életében, azt tudja, hogy egy ilyen true arts. Ezzel szemben ugye Platini az egész játékával, tehát ez a letisztult, kifinomult játék, a letisztult, kifinomult megjelenés, ugye a Juventus, az öreg hölgy, és valójában a sportnak, tehát a legkorruptabb figurája, aki az egyik legkorruptabb, aki valaha ott volt. Tehát volt bennem, hogy egy Maradona Platini kettő szerepeljen, de ez nyilván kevésbé tudta volna megérinteni korunk olvasóit, és hát ez is egy cél volt, és hát nyilván a mai kort ezt a C. Ronaldo Messi párbaj határozza meg, és erről Peti nyilván többet tudnak beszélni. Hanem arról szeretnék mesélni, hogy tudni kell, hogy a Csúcsúnak a trash, sport, kulturális érdeklődése olyan 1 és 13 éves kora között volt, igen intenzív. És utána megállt az idő, tehát most konkrétan a hétvégén a Régen minden jó volt című tilosos rádióműsorban a 2010-es évek
slágereivel foglalkoztunk, és konkrétan egyet sem hallott még, most kis tudással. Tehát itt ítítejtették volna le a vonatkozó szemináriumra, ahol rangsoroltuk ezeket a méltán népszerű mótákat, és újra előjön neki a Stallone filmek, a Schwarzenegger filmek, Kasparov, Platini, Maradona, és utána ugyanezeket a kulturális utalásokat éljük újra és újra. Tehát ilyen szempontból az ő érvei azért mindig ennek historikusak, tehát ebben az időszakban belőhető párbajok, azok mindig felülmúlják a korunk párbajai, azért, mert nem érdeklik már ezek az időszakok. South Park-ban volt az ember 1997-ből, aki ugye befagyott, és én olyan vagyok, tehát a Depeche Mode Ultra című albumánál megáll a boxzene történet a 97-ben, és nem igazán hallgattunk frissetlenül. Igen, és a filmeknél ugyanez, és akkor újra és újra belehetjük ebbe a zsákutcába, hogy mindig ezeket... És ugye mivel kette vagyunk és leszavaz rájuk, ezért viszonylag kevés az ember esély a fordításra. Tehát ugye emberi szemlélet döntetlenre tudom hozni ezeket a meccseket még a legjobb esetben is. És ilyen esetekben azért sikerül néha elmondani, hogy tehát megy az idő ezt a bonyolult dolgot. Cironád az egy ilyen Mozart-személyi szembenállás. Hát igen, de ha minden távol, hogy a könyvből akkor utána nem fogják elolvasni, de hasonló, igen. Ugyanakkor a Messi Ronaldo ugyanúgy le lehet írni, mint a Platini Maradonát a csúcsú megtette, ugye a Ronaldo klasszikusan az, akit így első klikre az emberek fele gyűlöl, ugye általában az a típus, akiről azt képzeljük, hogy minden vidéki diszkóban lebuziszták 13 és 18 éves kora között, tehát nagyjából ez a figura, aki megjelenik, miközben van az a kis aranyos srác, akit meg egyébként mindig a csúfoltak a törpesége miatt a suliba szintén, és akkor az a két ilyen-olyan dolog, ami a csúfolt ember, így a világ mindenség két legjobb emblémája lesz, és persze a két legjobb klubnál találkoznak, ahol egyébként nyilván nem nagyon hiszünk a szimbólumokban, tehát ez csak mit fölmondom, hogy persze Real Madrid, Barcelona, és akkor a mögében le tudjuk látni ugye a frankoista jobb oldalt és a katalán szeparatizmus. Most na mindegy, szóval messzire mondjuk a vidéki diszkók és az iskolában csupolt kisgyerekek világából, de hogy nagyjából ezek a párbajok, ezek így leírnak mindent. Ugye a bajai halászné, meg a szegedi halászné is szerepel ebben a történetben, mint a magyar történet legnagyobb párbajainak egyike, és ott ugye szintén egy népi urbánus vita van ebbe belekódolva valójában. Noha azt hiszük, hogy egy halászléről van szó, de messze nem erről van szó. Nyilván látom, mindig komolyan viszont. Én még a sportnál akartam maradni, és nyilván azt feltételeztem, hogy Imre Gézát is feraktad rá a listára. Azt én raktam rá, ugyanis... Igen, de a születésnapomon történt, ez augusztus 9-én volt ez a döntő, amikor hát már egy emlékeim, egy 60-i vendéglátóipar egységben néztük ezt a döntőt a barátaimmal, és ugye már kocintás alkalmas állapotban voltak a poharak, mint hogy lényegében eldőlt az olimpiai döntő. Minden tudásunk szerint, ami a párbajtörből következik, ugye sok hússal vezetett az Imre Géza, és ugye a párbajtörbe a együttes találat is elégséges a győzelemhez. Tehát lényegében lehetetlen volt kirakni, mert lehetetlen, hogy a délkorai ember ne fusson bele a pengébe egyszer, tehát ez nagyjából biztos volt. És ugye ez azért volt egy érdekes, mert ilyen klasszikus párbaj, amiért ragaszkodtam is hozzá, rendben személyesen is, mert hogy ugye az Imre Géza szerintem a legkorrektebb, legigazabb, legkövetkezetesebb magyar sportolók egyike, és ugye ott az utolsó pillanat, ugye 40x évesen, fönn a csúcson, soha nem volt olimpiai aranya, miközben bronzérmet szerzett, világbajnok, minden összeáll, már eldől, és akkor ott áll a magyar tisztesség, meg a magyar igazság, meg a magyar becsület szemben, minden ilyen ázsiai izével, meg nem tudom, tehát hogy minden, ami minket vel, Külföld, Soros, IMF, minden ott áll velünk szemben, és most először nincs szükségünk erre a magyaros izére, tudod, hogy kicsit csalunk, meg nem tudom, meg kacsintunk, hanem egyszerűen nem hagytunk ki edzést, nem tudom, nem az volt, hogy kacsingattunk egymást, hanem ott állunk egymástól szemben, és tudja, hogy nyerünk. És akkor a végén meg egy hiányzik. Tehát, hogy mindig hiányzik egy, mikor az ilyen típusú sportolókkal végén vannak, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ez a magyar történet legsúlyosabb vereségeinek egyike mostanik, hogy ezzel cáfolnám a munka a tudományos jellegét és azt az erős fundamentumot, ugye, amely csúcsú szerint történetileg is elhelyezi a magyar könyvek sorában. Mondom, szerintem Muni Mohács Márszely és ez az olimpiai döntő nagyjából így foglalható össze a magyar történet legsúlyosabb vereségének a sorra. Ugye a Márszely az a pontosan 50. évfordulója van, ugye a magyar futballválogatott akkor nem jutott ki először világbajnokságra, mint a csehek agyonvertek minket Márszelyben. A Muni meg a Mohács az meg talán egyetemesebb érdeklődés is számoltat, és szerintem ebben a sorba illeszkedett a
ez akarsz valamit mondani, Csucsú? Én csak annyit, hogy fölvállom, hogy a sakkos példákat pedig én nyomtam be a listába, de... Nekem azt tűnt még föl, Csucsú, hogy ilyen szerepel ebben a könyvben a magyar történelem 10 legrosszabb és legszebb pillanata, és mit tudom, sűrűbb lenne a legszebb pillanat. Vagy legalábbis úgy a elolvasva, hogy mi került a top listára, mit hogyha szebb képet adnak ki belőle az, hogy mi volt a szép pillanat ebben a történelemben. Nem tudok ebben határozottan állást foglalni. Nyilván egy alternatív történelmet vázolt fel a hitlista a legrosszabb és a legjobb pillanatokkal. Hát az biztos, hogy ugye talán nem meglepetés, hogy a legjobb pillanatnak, ugye a magyar történelem legjobb pillanatának a macskafogó bemutatását tettük, mint a magyar kultúra csúcs teljesítményét, amelyre igazán büszkén kéne lenni, és már régóta propagáljuk, hogy ugye Grabowski szobor kerüljön a Kossuth térre. A magyar történelem legrosszabb pillanatai közé, hát meg azért mondjuk ott főleg ilyen történelmi események szerepelnek, tehát azért a Mohácsi csata elvesztése, Szálasi Ferenc miniszterelnöki kinevezése, Trianon, tehát az egy ilyen politikatörténeti lista, amíg mutatta, hogy a politikatörténetben, és hát nyilván ehhez tartozik, hogy a Mészáros Lőrinc lett Magyarország leggazdagabb embere, ami bekerült ebbe a magyar gazdaságtörténet Trianonjaként foglal helyet ebben a listában. A közös ugye, egyeztés keredménye volt, és sokszor én egyébként nem tudom már, de amikor újra végigpörgettem a listát, hogy mi volt az, amit a Peti nyomott be, mi az, amit én mondom. A sakkos példákat tudom, hogy én nyomtam be, tehát a Karpov-Kasparov szembenállása, mint egy ilyen ehet kapitány Ubidik küzdelme, meghatározta a 80-as, 90-es éveket egyébként pedig. Mondom, Isten ne adja, hogy egyszer mi egy szerzőpárosként szakítunk, mert akkor a Pink Floyd pereskedésében is komolyabb pereskedésekre számíthatnak a magyar bíróságok. Azért, hogy a mondatokat se tudjuk valójában megkülönböztetni, tehát hogy nem hogy a egyes fejezeteket. És csak a kérdésedre válaszolva, egyébként ugye az mindig nehezebb valójában, vagy mindig nehezebb feladatként könyveljük el, hogy jót írni, ugye kinyílott a pingpongótól, ugye pedig ez egy egyetemes felhívás a magyar közéletben. És ugye ennek most a vége is pozitív valójában, ugye azzal ér véget, ugye a jó pillanatok, a magyar történelem legjobb pillanataival ér véget, tehát lehet, hogy ahogy öregszünk, úgy puhulunk. Hát mert azok is, tehát hogy most nem tudom, a Sztálin szobor ledöntésétől a macskafogó bemutatásaik, azok, vagy Magyarország csatlakozik az EU-hoz, azok tényleg olyasmit szerintünk, ami... Mert nyilván a szöveg erősen ellenpontoz ebbe az értelme, mert ugye a második részben az egyes negatív példáknak megvan a pozitív párja, és ugye ebből nyilván ebből az ellenpontozásból a felháborító és talán az egész szövegben szerintem erősebb a felháborodás, mint az előzőben, az két éve volt. Úgy látszik, a NER kultúrtörténete az e felé nyomja az embereket. Viszont az erős ellenpontozásból szerintem következik, hogy ami ilyen típusú szenvedélyes felháborodást, vagy igazságtalanságot végben felfedezünk, akkor következik, hogy a jó pillanatokban meg valamilyen erőteljes, magasztos pillanatot kelljen feltételeznünk. Most már akarom kérdezni a közönséget, hogy van-e valakinek kérdés. Akár a Messi, Cironádó vagy a Kasparov-Karpov szembenálláshoz akar hozzászólni. Egy hozzászólás bárkitől. Mennyire fontos Peti szerinted a pont ebben a egyre hisztérikusabbá váló és narratívák küzdelmeként leírt magyar közéletben az, hogy valami fajta képpen kiegyensúlyozott, vagy valami fajta pártatlanságra törő leírás, kiírás, történetírás legyen, és mennyiben felel meg ennek a könyv. Hú, erről nagyon hosszan tudnék beszélni, de azt már nem mutatok senkit, de nekem én azt gondolom, hogy nincs ilyen, olyan típusú objektivitás nincs, hogy valami norma rendszer, ami alapján valami rangsorolható. Nyilván mi nem vagyunk
értékektől, meg benyomásoktól független emberek, valami gondolunk a világról, és valószínűleg a mi világhoz, meg értékekhez való viszonyunk meghatároz ezeknek a listáknak a létrejöttét, vagy ezeknek a szövegeknek a létrejöttét. De azt gondolom, hogy nagyon erős erkölcsi gondolataink vannak arra, hogy a hazánkkal hogy kell bánni, és az biztos, hogy megjelenik a szövegben, hogy erről mit gondolunk, és azok a listáknak megfelelnek. Tehát azért ebben, és akkor egy zárójelet teszek, nagyon érdekes a NER történt másik szempontjából, majd megnézni, én is most néztem meg, hogy 10 és 18 között hogy fogynak az ellenzéki bénázások, vagy nem tudom mi. Egyszerűen azért, mert ugye 13-ban még irtózatosan, most hogy mondjam, nyomorú feltűnő, mert akkor még a NER más állapotban van. És hogy haladunk elő az időben, és tényleg a NER megőrül sok tekintetben, úgy válik teljesen lényegtelen, hogy Kunhalm János milyen szalad neki. Nem teljesen, mert mondom, én ragaszkodtam volna hozzá az ideig, de hogy valójában olyan erősen alakul a NER, és annyira intenzíven válik erkölcstelenné, hogy az egyszerűen kitakarja már azokat a típusú bénázásokat, hogy talán már sokan elfelejtették, de voltak legendás jelentek, hogy Juhász Péter bemegy az egyenes beszélés stúdió, és legugol a beszélő harangozó Tamás mellé, hogy így segítse elő az összefogásról zajló tárgyalásokat, ami persze akkor vicces, meg belérül egy listát, most belegondolok, hogy egy 18-as helyzetben, meg abban, ahogy a NER most is elkedik, mondjuk ez milyen típusú súlya van egy ilyen ügynek, hát pinf, de hát hogy nagyon, milyen szó nagyon meghatározó, tehát mondom, ilyen, én nem gondolom, hogy ez egy pármilyen szinten is objektív lista lenne, ez Csundellé Péter és Pető Péter értékvilága és erkölcsi érzéke alapján összeállított lista, amely tükrözi a mi világlátásunkat, a világhoz való viszonyunkat, meg az országunkról gondoltakat, és pont. És nyilván én nem gondolom, hogy 10 millió embernek ezt kell gondolnia, de valószínűleg akik elolvassák, azok majd valami gondolnak a szövegről, akár azt is, hogy ők a két legvér magyar ember, azt a két legunalmasabb magyar ember, vagy azt nem tudom, bármi, valamilyen típusú reakciót valószínűleg képes kiváltani az emberekből. Hogy ebben az évben ilyen durva támadásoknak voltál kitéve, hogy most el lehet képzelni azt, hogy elkezdett figyelni a sorokat, elkezdett figyelni, hogy mennyire támadható valami. Bennem az egyetlen ilyen, volt egy olyan helyzet, hogy a tavalyi év végén az évben én, amikor úgy gondoltam, hogy a tanácsköztársaság könyvben lesz az utolsó, amit magyar nyelven írok, mert hogy eléggé szkeptikusan láttam a jövőt, és minek van egyébként értelme, és aztán szeretteim, barátaim általában, Peti, fokozatosan mennyi, megláttam, hogy akkor jó, akkor csináljuk meg, akkor próbáljuk meg, és akkor folytassuk ugyanúgy tovább. Mondom, volt egy ilyen pessimista szakaszom ebben az időszakban, de aztán így felszívtam magam is. Akkor egy új területes lendülettel belevetettem magam ebbe a munkába. Nincsen egyébként, nem foglalkozom vele különösebben. Ma már megértem azt, hogy már ilyen Facebook kommentekből is ilyen Mardiner cikkek születnek, hogy a Csundellik ezt kommenteltem. Lehet, hogy tök jó, tehát hogy én nem olvasom a cikkeiket, most már egyáltalán ők még egy kommentemből is cikket írnak, úgyhogy ez valamennyire elnehezi a dolgokat. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye elhangzott az objektivitás-szubjektivitás kérdése, aztán Michael Oakeshott vagy Popper mondta azt, hogy ugye az objektivitáshoz úgy tudunk a legközelebb jutni, ha felvállaljuk a szubjektivitásunkat és rögzítjük a pozíciónkat. Tehát, hogy mi milyen elvek mentén írjuk meg az adott könyvet, történeti munkát, mi honnan jöttünk, milyen értékeket hoztunk, milyen értékeket képviselünk. És ez alapján ez egy korrekt eljárás az olvasóval, mert ő tudja, hogy nem hazudja objektíven magát az adott történész, vagy bármelyik szerző, és ahhoz képest meg tudja ítélni azt az állítást, amit képvisel az adott könyv. Na most én történetfilozófiailag én ilyen alapvetően ilyen posztmodern vagyok, meg egy nagyon relativista történetfilozófiát tudok képviselni, és minden mellett és minden ellen tudok érvelni történetfilozófiailag. Viszont itt a NER-ben ez az egész fake news problematika, tehát kevés egy a posztmodern rendszer van, mint a NER, és a NER-nek a képviselői. Tehát amikor tehát ez a legendás Gajdics Otto, ilyen mazurista okból én hetente megnézem a korábban Angárdot, ma már Csörtét, és rögök Gajdics Otton, ez a ti ezt gondoljátok, mi pedig ezt.
típusú, és ma már ott tartunk, hogy ilyen történettudományi állításoknál is elhangzik az, hogy ti azt gondoljátok, mi pedig ezt. És hogy már mindent a vélemények szintjén nivellálnak, és az érdemi vitát lehetetlenítik egyébként el. És ez például egy olyan hatást indított el bennem, hogy én, aki nem tudom én, akár 5 éve is abszolút ilyen relativista posztmodern álláspontot képviseltem, megindult bennem azt, hogy basszus, nem úgy van, hogy ti azt gondoljátok, mi pedig ezt, mert több kérdés azért ki lehet mutatni bizonyos dolgokat, hogy azért tudjuk, hogy mondtam, hogy Stalin 1953-ban halt meg. Igen. És most ebben is nyilván sok hülyeséget, meg sok a költödést összeírunk, de mondjuk ebben, tehát nem tudunk akkor a hülyeséget kitalálni, hogy aztán teljesen komolyan ne hangzon el valamelyik vezető történész szájából valami hasonló nyilatkozat. Tehát itt igazából a történelmi gonzó műfaját a NER történettudományi műhelyei sokkal jobban művelik sokszor, mert mi, tehát itt szégyen lehajtak minket, lehajráztak minket. Végezetül mondjátok el a 2019 év számotokra a legfontosabb eseményét. Nem muszáj az első helyen lennie, de valamiért érzelmileg erősen kötődőnek. Pedig pont most csináltam meg a hosszú listát, mivel eljöttem, és már is szerények az emlékeim. Nekem azt kérdeztem, hogy ott van, és nekem a Borkai ügy, tehát én azt a én úgy követtem, mint a sorozatot, a Twin Peaks óta nem voltam annyira rajta a sorozattól, mint a Borkai ügyön. Ugye megint, tehát az én sorozatnéző kultúrám az megállt a Twin Peaks-nél, tehát hogy azóta én nem néztem sorozatot, tehát 90-es évek elé megmaradtam ott is. X-aktákat még követtem 97-ig. Maradona Kasparov Twin Peaks, csak mondom. De azon totálisan rajta voltam, tehát ez a ördög, és önmagában ez is szürreális, tehát milyen nyomorúságos az egész magyar közélet, tehát egy ilyen ördög ügyvédje, Remi Blondér, akiről kiderül, hogy valamilyen köze van, ugye Pulcik József, ez aki a Verebestvéle etumak volt középpályása. Itt gyakorlatilag itt tényleg a NER-ben a sportközi foci a politika tudományi szemlélet. Nekem a Borka ügy, minden nyomorúságával. Hát, nem tudom, én maradok a Huhalmi Ágnesnél, mert egyszerűen ugye mondom, nagy csodás nekem, hogy a ajtónak úgynevezett futás, ami tényleg a magyar színművészetnek egy olyan mélypontja volt, ami tényleg régebben nem gondoltam, hogy lesz példa. Ugye voltak ilyen árérvilagítik a TV2-re egy időszak, amikor teljesen amatőr színészek próbáltak színészként viselkedni, és abban voltak ilyen jelenetek, mikor 6 méterrel az ajtó előtt elesik valaki, és tényleg hatalmas fájdalmat művel, és a Kunhalmi erre emlékeztetett, de akkor most már mondom, ez a szerény mutatvány marad, ez a nem tudom, még szakmányan még nem elemeztem, hogy mi a neve ennek a szoknya pörgetésnek, amelyet éppen a főpolgármester jövett sajtótájékoztatója a hátterében mutat, de nem tudom milyen okból, biztosan nem szavazatszerzés szándékával, vagy ha igen, akkor más típusú célcsoportokkal lőttek ezen a sajtótájékoztató, mint én az elhangzottakból arra következtettem, de én maradok ennél, mert azért a Borkai ügye, amennyire mutatja azt hiszem a NER romlottságát, és tényleg benne van minden, amit tudni akarok a NER-ről. Egy picit azt hiszem, hogy az ellenzékről is mindig érdemes beszélni, és akkor ezt a párat megadjuk. De hogy a napot eldöntsük azért, hogy kinyerjen a kóskoros mai attrakciójával, akkor kettő egyre módosítom Delezesen. Akkor ha ezt az élő, kérem most már, akkor ne figyeljetek, ha most már nem élőről vagyunk, akkor ennyi, állítsuk be. Akkor végezetül annyi maradt, hogy a Petiék, a két Péter megírta a top listát. Mint ahogyan mondtam, mindketten felkerültek a igen megbecsült top listára, mint kettőjük szakmájában, és akkor kerüljön még fel a top listára a top listáról szóló könyv második része is, az eladási lista élére hajtódva rá, és akkor megköszönjük a Napvilág kiadónak, hogy kiadta a könyvet. És bocsánat, a legfontosabbat elfelejtettük, és Németh Zsófi a szerkesztőnek, aki a irdatlan sokat segített nekünk most már második kötetnél, hogy kigyomlálja a mi furcsaságaink egy részét. Olyannyira az első könyv annyira megtartott minket, hogy az első könyv első kézilatában megjelenő csöcsszók számát messze lesökkentette egyébként mellé finálisért. Egy egész éjszakát átgondolkodtunk szinonimákkal, hogy mit lehet még egyébként. És most még meg se dicsért, hogy most már milyen kisebb száma szerepelt ez a kézilatban. Ez egy nehéz pillanata volt életemnek, amikor az első könyv ment, tehát hajnali 3 és 4 között kiderült, hogy
orbitális mennyiségben használjuk a csöcs kifejezést, és a minden elképzelhető mellett szinonimával próbáltam meg felváltani, de hogy minden, ugye a Didi kivételével, ugye mindent, mint ugye a Didi az tiltott szó nálunk, ugye mindent használtunk, de most már rutinosabbak voltunk, tehát tudtuk ezt nem. Tehát köszönjük ugye Zsoltinak megint a gondozást, és hát Dániel is ára, aki hát az artisztikus megjelenést biztosította ezúttal is, és ő az, akinek mindig van egy sokkal jobb ötlet. Amikor mi azt hiszük, hogy van valami fantasztikus ötletünk, kiderül, hogy a Sára, hát ugye nyilván egy sokkal jobbat talál ki, és ő biztosította megint az artisztikus megjelenését a munkának. Úgyhogy köszönjük szépen! Így van, Német Zsófia már elment, mert színházigye volt mára, de itt volt velünk. És akkor köszönjük a kiadónak. Vegyék meg a könyvet, legyen fönt ez is a top listán. Hogy újra nyitassuk a Halivali diszkót és a Kalimbabát. Fantasztikus karácsonyi ajándék. Köszönöm. Ha örömmel dedikáltok, ugye? Akkor...